Még a Moson-Magyaróvárieknál Szemerei, Zsófi áll a gólvonalon. Rajtuk kívül Hornyák Dóra, Szondi Zsófia, a 18-as számú Fülöp Andrea, Farkas Veronika, Hámori Consuela és Hansági Beatrix. Ezzel a felállással indít Otto Katalin, és akkor a piros mezes Váciak vezethetik a mérkőzés első támadását. Szokás szerint a Moson-Magyaróvári csapata kék szerelésében játszik a mai meccsen. Farkas nagyon üresen maradt, Hansági a másik oldalon, be is megy, és be is lövi a labdát, ezzel fél perc után vezet a Vác. Kísértetiesen hasonlóan kezdődött Fehérvár elleni mérkőzés, akkor is fél perc kellett a vendégvezetés megszerzéséhez. Reméljük most azért jobban alakulnak majd a dolgok. Moson-Magyaróvári csapat Knedlikova, Dajka, Dombinica, Tóth Gabriella, Gimesi Kitti és Hajtai van ezt összeállításban támad. Ez egy jó és egy erős csapat, és ott is van az első gól. Gimesi Kitti találatánál egy kis szerencse is kellett. Biro Blanka majdnem kirúgta a labdát, de a majdnem az ugyanolyan, mint a semmi, így aztán 1 perc, 20 másodperc után 1-1 az állás. Farkas, Hornyák vissza Farkasnak, Hornyák tör befelé, aztán Hámorit fogja meg keményen Gyimesi. Hámori, Farkas, Hornyák, egy váltás, Hornyákra vigyázni kell is a nagy lövéseire, és szerencse ott, szerencse itt is, Hornyák Dóra lövése is valahogyan bepattant a kapuba, már erő az volt benne, úgyhogy tett érte Hornyák Dóra, hogy ez gól legyen, 2-1. Jön le Bardi és Kuruc, és jön be Dajka és Dombi. Tóth Gabriella mutatja a figurát. Dombi, Gyimesi, Tóth, kicsit magas volt a labda, Dajka Bettina, Tóth Gabi, keményen fogja meg őt Hámori, visszakapja Tóth a labdát, kevés hely van, hogy Gyimesi jól teszi a labdát Hajtainak, és a kapufa hárít. Hajtai lemarad a játék, ezek ők nem állítják meg a játékot. Még most sem, még most sem. És ebben a pillanatban jött az ápolás, hát kézilabda pályán ilyet ritkán látni. Általában, hogyha lemarad egy játékos, akkor azonnal megállítják a játékot. Ezzel a húzással rögtön a mérkőzés elején elvesztették a hazai drukkerek szimpátiáját a játékvezetők. Remélhetőleg Hajtai Vanessának nincsen komolyabb baja. Jól lépett be egyébként, és jól is lőtt, csak szerencsétlenül ért talajt a Moson-Magyaróvári bal szélső. Jár a taps, Hajtai Vanessának nem is kell őt lehozni. Kicsit a jobb kezét mozgatja, vagy fájlalja. Valószínűleg arra esett rá. De hát Hajtai Vanessát kemény fából faragták. Aztán folytatja Farkas, Hámori. Hornyák, nem lehet letenni a szélre Szondinak. Szondi jön be most váltani, Farkas. És maradt egy nagyon nagy hely, Hámori Consuela előtt, ezt szépen adta el a Vác, ezt szépen csinálták végig ezt a figurát, vagy ezt a támadást. Gól lett az eredménye, ezzel 3 perc után 3-1-re vezetnek a vendégek. Tóth, Gyimesi, Dombi jön ki beállóból, bemegy helyette Hajtai. Eladott labda, de visszafújják a játékvezetők. Tóth Gabriella, Gyimesi, vissza Tóthnak, megpróbálta bejátszani a labdát Dombi Lucának, nagy nehezen megszerezte azt, és közben egy sárga lap Fülöp Andreának.
Tóth Gabi, Dajka, és 7 méteres belülvédekezésért Szondi Zsófi megpróbált elodalogni, esetleg a büntetés elől, de nem tudott, Tóth Gabriella hetese jön. És Píró Blanka kivédi, ezért vártam ki, mert majdnem bepattogott a labda, de nem volt szerencsé a Mosonmagyaróvári csapatnak. Ez egyébként már az 52. büntető volt ebben a szezonban, amit a mosonmagyaróváriak lőhettek. Hát ebből 36-ot sikerült bedobni, 16 pedig kimaradt, ezzel együtt 16. Kár ezért a büntetőért, fontos lett volna zárkózni. Hámori, bejátszás. Itt is egy sárga lap Gyimesi Kittinek. Sárga lap Gyimesi Kittinek. Farkas Hámori. Aztán Fülöp tette le a labdát Hornyáknak. Farkas, megint Hornyák Dóra. Nagyon magas volt a passz. Hansági. Felteszik a játékvezetők a kezüket, ez így passzív, és ott van a gól. Farkas Veronika az utolsó utáni pillanatban lőtt, és ez gól lett. Hamar 3 gólos előnyt építenek fel a vendégek. 5,5 perc után 4-1. Dombi, Dajka, egy jó passz Gyimesihez, és oldalhálóba lövi a Mosonmagyaróvári játékos, eddig ugye ő szerezte az egyetlen kékmezes találatot ezen a mérkőzésen. Farkas, Hornyák, Hámori, Lehansságihoz, és ez is bent van. Nem igazán működik egyelőre a Mosonmagyaróvári védekezés, ami olyan jól szokott. Jön is Rót Kálmán a T betűvel, és itt is van az első időkérés. 6 perc, 9 másodperc telt el a mérkőzésből, és 5-1-re vezet a Vác. Nem működik sajnos a védekezés, és hát nem működik a támadás sem. Picit higgadtabban kellene játszani, ahogy Rót Kálmán is mondta. A görcs az nem segít, de hát ugye ember legyen a talpán, aki tudja erre a megoldást. Remélhetőleg Rót Kálmán most felvilágosítja, vagy megvilágosítja a lányokat. Nem túl higgadt a mosonmagyaróvári mester, bár ez érthető is. Egy ilyen nagyon szoros mérkőzésnek a legelején ilyen tetemes hátrányt összeszedni, az sokba kerülhet a későbbiekben, de szerencsére idő van, és láttunk már nagy mosonmagyaróvári felzárkózásokat. Úgyhogy nem lesz gond. És Dajka Bettina veszi föl a megkülönböztető szerelést, de aztán most kapus nélkül és 7 mezőnyjátékossal támad a mosonmagyaróvári csapat. Talán így jobban meg tudják mozgatni a Váci falat, és talán több helyet, vagy több lehetőséget sikerül ezáltal teremteni. Így két beállósal, Bardi Fruzsinával és Dombi Lucával játszanak a kékek. Tóth Gabi, Gyimesi, Hajtai vissza Gyimesinek. Ott van, ott lehetett volna Bardi előtt a lehetőség. Kipattant a kezéből a labda, és egy kicsit bennem megállt a szó, mert Bíró Blanka az üres kapura dobta a labdát, de rosszul célzott és gyenge is volt. Úgyhogy Dajka, Tóth Gabriella, Gyimesi, Tóth, közben Dajka Bettina lejött, ez a labda is elakadt, és közben egy sárga lap Hámori Konszuelának, de akkor nem értem az ítéletet, hogy miért kifelé, és miért a Vác jön, hiszen hogyha nem rántja vissza Hámori Bardit, akkor ezt a labdát megszerezte volna, a kipattanót megszerezte volna. Közben Snekréka védett egyet, gyorsan kapust cserélt, tehát Rót Kálmán, Fülöp, Hámori,
megpróbál bemenni két ember között, ott nem lehet, Hajtai és Tóth Gabi között. Fülött, Bardi keményen fogja meg. Ez lap lesz, méghozzá egy sárga lapos figyelmeztetés, Bardi Fruzsina keményen lépett ki. Így kell, ha máshogy nem megy, akkor így kell megállítani az ellenfelet. Fülöp, Hámori, Hornyák, Szondi, Hornyák, de nagyon szép bejátszás, és egy nagyon nagy snekrék a védés, de snekrék a fájdalmas arccal a lábához kap, és lenni is marad, újabb ápolás, az nem sok jót jelent, lehet, hogy kifordulhatott a térde, de nem szeretnék kipelgetni, nem igazán vagyok orvos, jó lenne, hogyha snekrékának semmi baja sem lenne, és tudná folytatni a játékot. Az előbb egyébként Fülöp Andrea lövését védte nagy bravúrral Snek. Azért vagyok ennyire csöndben, mert próbálom nézni, vagy próbálom meglátni azt a jelet, hogy tudja-e folytatni, vagy csere lesz snekréka. Az biztos, hogy nagyon fáj neki, de talán-talán azért pályán tud maradni. Felsegítik őt, de nem le kell őt hozni, ráadásul nem is tud lejönni snekréka a saját lábán. Hát ez aztán a bal szerencse. Nem elég, hogy 5-1-re vezet a Vác, még megsérül az a kapus, aki az előző mérkőzésen nagyszerűen szállt be, és nagyszerű védésekkel segítette a csapatot. Igaz, a Fehérvár ellen ugye kikapott a Moson-Magyaróvár, de snekréka tényleg bravúra halmozott azon a mérkőzésen a második félidőben. Na most ő kiesett, lehet, hogy az egész mérkőzésre, úgyhogy megint Szemerei Zsófin a szurkolók szeme. Neki kell majd hozni a bravúrokat. És akkor sarokdobással jöhet a Vác. Hornyák, Fülöp, Hámori, Szondi, Hornyák, megint Hámori, le a szélre Hanságinak. Hornyák Dóra egy bejátszás Farkashoz, és nagyon szépen bepattintja a vendégek 18-asa. 8,5 perc után 6-1-re vezet a Vác. 8,5 perc alatt mindössze egy gólt sikerült dobni. Hát ez így nagyon kevés egyelőre. Jön Dajka Bettina, megint. Így maradt a két beállós játék. Van egyébként ebben a formációban lehetőség, meg ráció, így nem, hogyha elveszik a labdát. És ott van az üres kapu, és ott van a gól is. Nagyon szépen ismerte fel a lehetőséget Farkas Veronika. Hát nem nagyon tudják a Moson-Magyaróváriak most, hogy éppen mi a helyzet. Megint egy könnyű gólt ajándékoztak a Váciaknak. Ez a legrosszabb kezdés, amit itt láthatunk a Moson-Szolnoki sportcsarnokban, és megint egy rossz labdaátvétel, megint egy technikai hiba, hiszen azt pedig tudjuk, hogy ezek a lányok képesek jól játszani. Közben egy csemege Bíró Blankának, Hajtai Vanessa azonban visszaszerzi a labdát, megpróbál bemenni, de három ember között nem tud. Szóval ezek a lányok tudnak lőni, tudnak védekezni, tudnak játszani, ezt már önök is láthatták, hogy tényleg talán azzal van a gond, hogy nem elég higgadtak, nem elég nyugodtak, és nem elég megfontoltak. Gyengék a lövések, most rossz a védekezés is, ami egyébként mindig működni szokott, hiszen 10 perc alatt 7 gólt kaptak. Ez rengeteg. A sokkal jobb erőből álló Fehérvár 60 perc alatt 21 gólt tudott dobni a Moson-Magyaróvárnak. A Debrecen 28-at például. Knedlikova, és ott a második Moson-Magyaróvári gól. Talán ez elindít valamit.
Talán ez segít abban, hogy a támadásban is elkapják a fonalat a lányok, vagy persze a védekezésben is. Fülöp, Hornyák, Farkas, Hámori. Nyugalomra inti a társakat. És akkor a Mosonmagyaróvár pedig átáll a zavaró védekezésre. Szokás szerint Hajtai van ez az, aki kilépeget. És ott is van, meg is van az eredménye ennek a védekezésnek. Labdaszerzés, Dombi Luca tör kapura, és ott van a gól. És egy kétperces kiállítás, pluszba még Hornyák Dórának. Azaz nincs kétperces kiállítás, csak én láttam azt, hogy a bírók 2 percet mutattak. Elnézést, akkor most rosszul figyeltem, megbeszéli azért a bíró és Hornyák Dóra még az előbbi esetet. Szondi, azaz Hansági, és ott van a gól. Nem figyelt a Mosonmagyaróvári csapat a szélre. Nem szabad hagyni a váciakat, hogy ilyen könnyű gólokat szerezzenek. Nedlikova, Dajka, Tóth Gabi, Gyimesi, Dombi. Megpróbál megverni 2 embert. Dajka, Tóth Gabi, Gyimesi. Egy gyenge lövés Dajka Bettinától. Kár ezért is, nem tud tovább zárkózni a hazai csapat. Közben Kurucivet fogja meg nagyon keményen Farkast. Ennek pedig egy sárga lap az eredménye. Farkas, Ámori, Hornyák. És ott van egy labdaszerzés, Tóth Gabi, Hajtai van ezt a másik oldalon. Üresen van Kurucivet, és ott is van a gól. Egy szép lerohanás góllal. 8-4-re módosul az állás. De még mindig 4 gól a Mosonmagyaróvári csapat hátránya. Hornyák, Ámori. Megint Fülöp kapta a labdát, nagyon jól találják meg eddig őt a társak, és ő pedig jó százalékban be is lövi ezeket a helyzeteket, él a lehetőségekkel. Fülöp Andrea, rá sokkal jobban kell figyelni beállóban. Vagy pedig a felé menő labdákat kell hatástalanítani. Kuruc megy be 2 ember között, és lő egy nagyon szép gólt. Ez a 13 és fél perc után 9-5-re vezet a Vác. Hornyák, Farkas, Ámori. Ugye mindenki itt van Mosonmagyaróvár. Hajtai van ezt nagyon keményen. Lép ki a labdás játékosra. Hornyák le a szélre Szondinak. Szondi Zsófiát fogta meg Nedlikova. És 2 beállóra hirtelen átváltott a Vác. Közben a játékvezetők felteszik a kezüket, és egy gyenge lövés. Aztán Szemeré mindjárt indítja a Tóth Gabriellát. Egy szép lejátszás Knedlikovához, és ott is van a gól. Knedlikova jól oldotta meg ezt a szituációt is. És akkor 14 és fél perc eltelte után 9-6-ra vezet a Vác. A 6 gólos előny 3-ra csökkent, ezért aztán Ottó Katalin is időt kér, hiszen leolvadt a vendégek előnye, ezért kár, hogy ilyen zavarodottan kezdte a Mosonmagyaróvár az első fél időt, vagy a mérkőzést. No, de hát annyi baj legyen, hogyha sikerül felállni, vagy sikerül szépíteni a
és aztán esetleg a mérkőzés végén győzni is. Ez a hangos bemondó. A junior is az ifi eredményeket mondta be. A juniorok nyertek, az ifik vereséget szenvedtek. Gratulálunk a győzelemhez, és hát a vereség után pedig hajrá lányok! Majd a következő mérkőzésen, vagy a következő fordulóban jobban fog menni, és majd ott sikerülni fog a győzelem, hogy össze fog jönni a győzelem. Nos hát, véget ért az időkérés, és akkor folytatódhat a mérkőzés. Lassan a félidő felénél járunk. Hornyák, Farkas, Hámori. Hornyák nagyon üresen maradt a bal szél, megint egy bejátszás, de most nem sikerül Fülöp Andrát megjátszani, viszont a gyors indítás sem sikerült a Mosonmagyaróvári résztől. De Kurucivet nagyon szépen befejezi ezt a támadást, és Farkas Andrea, vagyis Farkas Veronika pedig kap egy 2 perces kiállítást. Ezért, mert a levegőben meglökte Kurucivettet. Így aztán 2 gólra zárkózik a Mosonmagyaróvár, és 2 percet még emberelőnyben is játszhat. És Otto Katalin is leviszi most a kapusát, bíró Blankát, és vészkapussal játszanak a váciak. A 2. számú Tóth Eszter, most ő irányít, és ő a vészkapus is. Hansági, már Tóth Eszter le is jött. Hornyák, Hámori, felteszik a játékvezetők a kezüket, nem szabad lőni, hagyni Hornyák Dórát, neki elég jó keze van. Pedig lőni fog, de Szemere és Zsófinak ez nem okozott problémát. Dombil utca felé az indítás, megpróbál elmenni a 10-es számú Hansági Beatrix mellett, és aztán Hansági Beatrix kap egy 2 percet az előbb bemutatott szerelésért vagy szabálytalanságért, így aztán 2-es ember előnyben támadhat most a Mosonmagyaróvár. Ez pedig nagyon nagy lehetőség ahhoz, hogy egyenlíthessen a hazai csapat. Tóth Kuruc, Tóth Gyimesi, és egy labdaszerzés, és inkább megáll Szondi Zsófia, ott pedig egy lövés Hámori Konszuélától. Nem tudták eldönteni a váciok, hogy most mi lenne a fontosabb, gólt szerezni, vagy az időt húzni. Hát nagyon nagy kár ezért a kimaradt lehetőséget, hogy még lőni sem sikerült. Ezeket a hibákat kell kikerülni, csak úgy lehet majd meg a győzelem. És jön Hámori Konszuéla mellé, Katona Flóra a jobb szélre a váciakhoz. És volt egy Dajka Gyimesi csere is. Katona, Hámori, gyorsan felállnak a mosonmagyaróváriak. Hornyák, Hámori, Katonának le a szélre. Fél csapat bent állt a 6-oson belül. Hornyák Dórát fogja meg Dombil utca. A játékvezetők közben felteszik a kezüket. Ez nem volt most egy okos szerelés. Tóth Gabriella a nyakánál fogva rántotta le Hámori Konszuélát. Jogos a 2 perc. Erre nem lehet mit mondani. Hámori már elment Tóth Gabi mellett, és a Mosonmagyaróvári 23-as visszanyúlt. Ezt jogosan fújták be a bírók, és jogosan adtak büntetést is.
Szondi, Hornyák, aztán megint Hornyák, és ugye mivel kiállítás volt, ezért a passzív ilyenkor már nem érvényes, újra támadhat a Vác. És pillanatokon belül lejár majd az egyik kiállításuk. Most innentől kezdve 5 az 5 ellen játszhatnak a csapatok. Passzív a játékvezetők, feltették a kezüket, Farkas visszajött, és most veszik el a labdát. Fél perc múlva pedig már a Váciak lesznek többen a pályán. Gimesi, Kuruc, Dombi, Hajtai, Kuruc, aztán Gimesi, ott maradt egy kis hely, Dombi löknek egy hatalmasat, Kuruc szívet, és belelövi Bríró Blankába. Oldalt ment ki, így maradhat az Óváriaknál a labda, és mostantól 50 másodpercen keresztül már a Vác játszik emberelőnyben. 18-as számú Fülöp Andrea jött vissza. Hajtai, feltették a játékvezetők a kezüket, passzív, megint Bíró Blankába sikerült belelőni a labdát, és mivel Hajtai van ezt a leért, ezért amúgy sem lett volna érvényes, ha ez bemegy. Jöhet a Vác. Hát a kettős ember előnyből nem sikerült gólt szerezni, legalább gólt kapni sem, de hát ez pozitívumnak elég kevés. Hornyák hatalmas lövés és hatalmas gólja. Érdekes, mint hogyha az ember előny az a Moson-Magyaróváriakat megzavarná, nem nagyon tudnak mit kezdeni a létszámfölénnyel. Hát ez most nagyszerű példája volt ennek a tannak, vagy ennek az észrevételnek. Közben kiegészül a Moson-Magyaróvár is, Kuruc, Gimesi, egy nagy lövés és egy Bíró Blanka védés. Farkas, Hornyák, visszaszerzi a labdát a Vác. Ez egy belemenés volt, egy támadó szabálytalanság Hámoritól. Aztán jött a Moson-Magyaróvár. Hámori most még lemaradt. Gyimesi megy föl, és ott is van a gól. Nem engedték felállni, nem engedték rendeződni a Váci hatos falat. Ennek pedig gól lett az eredménye. 32-essel Drávai Gyöngyi is pályára lépett. Drávai, pont nála a labda. Farkas, megint egy bejátszás, ami nem jó. Nagyon sokat keresik Fülöp Andreát. Az ő semlegesítését meg tudná oldani a hazai csapat, az nagyon nagy segítség lenne. Kuruc Ivet, pedig miközben én még az előző támadásról beszélek, egy gyönyörű gólt szerez. Egyetlen egy gólra zárkozik. 7-1 után 10-9 az állás. Kuruc Ivet nagyon jól játszik egyébként a mai mérkőzésen. Védekezésben és támadásban is, ugye általában támadásban pihenőt szokott kapni, de most azért jól megy neki, és annyira jól megy neki, hogy pályán kell tartani. Hámori, Farkas, Gimesi a levegőben kapta el, vagy a levegőből kapta le Farkas Veronikát. Hámori, megint Farkas, Drávai. Egy nagyon nagy lövés és egy nagyon nagy gól. A sánc mellett, a kapus mellett talált utat a hálóba ez a labda. Én sem tudom, hogy hogyan. Dajka, Kuruc, Gyimesi. Nagyon nagy hely marad előtte. Belelövi Bíró Blankába, de 7 méterest fújnak a játékvezetők, amit most Dajka Bettina fog elvégezni. Dajka Bettina a 7 méteresnél. Most nézzük, ő mire megy Bíró Blanka ellen. Dajka Bettina nem hibázik.
Ismét egy gól a különbség. Tóth Eszter, Drávai, Hámori. Tóth Eszter nagyon visszajött egészen a félpályáig. Drávai Kurucivetnél, nem Kurucivetnél, elnézést, Hajtai Vanessánál láttak ütést a játékvezetők. Drávai Gyöngyű fogja a fejét, Amoson Magyaróvár pedig a következő két percben emberhátrányban kell, hogy játszon. Jön vissza Tóth Gabriella, kicsit pihentette őt Rót Kálmán. Lehet, hogy jót is tett az Moson-Magyaróvári játékosnak. Hornyák, Tóth, Ámori. Tóth Eszter is, Hornyák Dóra is egyébként Rót Kálmán tanítványai voltak korábban. Jól védekezik a Moson-Magyaróvári csapat. Nincs rés, ahol be lehetne menni. Hornyák, őt nem szabad lőni, hagyni. Elcsúszik Hornyák Dóra. Lehet, hogy törölni kellene, hiszen ez most nem volt szabálytalanság. Valamin elcsúszott, vagy megcsúszott Hornyák Dóra. Hornyák, aztán Tóth Eszter, meg volt a törlés is, Szondi, Tóth, egy nagy lövés és egy hatalmas gól. Ezekkel az átlövés gólokkal nem nagyon sikerül mit kezdeni, vagy nem nagyon sikerül őket levédekezni. Na, Snekréka meggyógyult, és akkor ezután már ő fog majd védeni, no de először jöjjön a támadó egység, vagy a támadó csapat, Kuruc, Tóth Gabriella. Emberhátrányban van ugye a Moson-Magyaróvári csapat, ezt ne felejtsük el. Dajka, Kuruc Ivett, Tóth Gabriella. Dajka, feltették a játékvezetők a kezüket, passzív a játék, Dajka lő, és Bíró Blanka éppen, hogy bele tudott érni, aztán nem sarokdobás, hanem a vác jöhet. Még több mint fél perc az emberhátrányban a Moson-Magyaróvári részről. Egy gyenge lövés, a játékvezetők visszafújják, könnyű ítélet volt. Úgyis könnyű szívvel befújt ítélet. Tóth, Hámori, aztán már Hornyák Dóra. Neki próbálnak helyet készíteni. Meg volt a lövés, és meg volt a védés is. Snekréka ütötte ki ezt. Tehát ahogy kiszállt Snekréka, úgy szállt vissza a mérkőzésbe. És közben kiegészül a Moson-Magyaróvár, visszajött Hajtai Vanessa, Dajka, Dombi, Kuruc, Nedlikova közben bement beállóban, nagyon üresen volt egy pillanatra, akkor pont nem járt arra a labda. Dajka nagyon szépen megy be, két ember között, és megvan a gól. 12-11, még 5 perc van hátra az első félidőből. Jön le Dajka Bettina, Tóth Gabriella pedig megy védekezni. Dajka Bettina egyébként két gólos a mérkőzésen. Visszajött Drávai Gyöngyi is. A váci csapatban most Tóth Eszter irányít. Tóth Eszterre nagyon kilépnek. Ugye hát jó pár volt csapattárs ellen játszik most is. Fülöphöz, és Fülöp megint betalál. Őt valahogy ki kellene venni a játékból. Lehet, hogy Bardi Fruzsinát kellene ráállítani. Talán ő az, aki
meg tudja őt fogni. Én legalábbis most így hirtelen benne látnám a megoldást. Kuruc, Gyimesi, Knedlikova, bemegy Knedlikova is. Siába dob gólt, már sokat lépett a cselány. Jön a hármas formáció, Dajka Bettina ezt mutatja. És akkor, hát jöjjön a hármas formáció. Dombi az egy bejátszás, egy kézzel is megszerítette a labdát Dombi Luca. Fülöp pedig két kézzel próbálta megszerezni őket. Ez egy vicces, vagy aranyos jelenet volt. Jöhet a szabad dobás. Dajka, Kuruc, már Gyimesi, Hajtai. Nagyon jól megmozgatták a falat, és Gyimesi megint betalál. Ő is nagyon jól játszik a mai mérkőzésen, és ezt most nagyon szépen kijátszották. Nagyon szépen megcsinálták ezt a figurát a Róth Kálmán tanítványai. Drávai, Tóth Eszter vissza Drávainak. Ez is egy nagyon szép figura volt, és ez is egy nagyon szép gól volt. Nem figyeltek most Tóth Eszterre a mosonmagyaróvári lányok. Kuruc, Dajka megpróbálott bemenni, nem igazán volt hely. Ezt kicsit elkapkodták az óvári lányok. Megint egy bejátszás, most megvan a labda, és Knedlikova lódulna meg. A másik oldalon ott van Hajtai üresen, és Hajtai belepörgeti Bíró Blankába. Ezeket ki kell használni. Bíró Blankát pedig nem szabad nagyját enni, elég jó kapuső anélkül is, hogy segítsenek rajta, vagy segítsenek neki ilyen lövésekkel. Kár ezért, mert ahelyett megint, hogy egy gólra zárkózhatott volna a mosonmagyaróvár. Megint a három gólos vezetésért támad a Vác. Drávai. Tóth. Tóth megy be. És aztán Vécsnek, Réka, a játékvezetők pedig visszafújják ezt a támadást. Tóth. Drávai. Most teszik fel a kezüket a játékvezetők, lefordul Fülöp, és betalál Fülöp. Megint sokat szorra az első félidőben. Ezt a második játékrésze mindenképpen ki kell javítani. A Fülöp Andreával szembeni védekezést. Mert ha véletlenül kikap a mosonmagyaróvár, akkor az nagyjából neki lesz köszönhető. Most egy zavaró emberrel állt föl a Vác, de most már visszaálltak hatos falra. Kuruc, ott volt egy pillanatra hely, Knedlikova előtt a labda, és ott is van a gól. Közben ketten álltak a hatoson belül, de Knedlikovát ez nem zavarta meg. Most pillanatokon belül elkezdődik az első félidő utolsó perce. Hámori megpróbál bemenni, ott nem lehet. A szurkolók belemenést reklamálnak. Tóth, Drávai. Aztán megint Tóth Eszter. Nem szabad őt hagyni, lőni ki. Léptek előle a mosonmagyaróvári lányok, itt pedig könnyű dolga volt Tóth Eszternek. Ez már a második gólja. Dajka, Kuruc, még 20 másodperc van hátra. Gyimesi megtorpan egy pillanatra. Kuruc, Dajka. Knedlikova próbál befordulni, 10 másodperc. Lőni kell, valakinek lőni kell. Kuruc Ivet megpróbál bemenni, megpróbál lőni, és ebből
időn túli szabaddobás lesz. A játékvezetők nem állították meg az órát. Gyimesi Kitti áll oda. Jó magas falat emelnek a váci játékosok. Bíró Blanka sem alacsony. Oda nézzük. Bíró Blanka kiüti azt a jobb felsőből, így aztán 30 percnyi játék után Vác, Mosonmagyaróvári kézilabda klub 16-13 a félidőben, tehát 3 gólos hátrányban van a hazai, a Mosonmagyaróvári csapat. Maradjanak velünk, és kiderül, hogy sikerül-e ledolgozni ezt az óvári lányoknak. Kedves nézőink, akkor jöjjön a második félidő, Mosonmagyaróvári kézilabda klub, Ipress Center Vác 13-16, ez a jelenlegi állás, innen kellene fordítani az óvári lányoknak, és közben itt a szünetben annyit hallottam félfüllel, hogy a mérkőzés végén a Mosonmagyaróvári kézilabda klub egyik játékosa búcsúzni fog majd a csapattól, hogy ez kicsoda, azt nem tudjuk, de így tippnek elsőre mindenkinek Tóth Gabriella neve ugrik be, ugye volt róla szó, hogy őt a győri Audietó visszaviszi, és akkor innentől kezdve a kétszeres BL győztes játékosa lesz. Ugye eddig is az volt, csak itt most a Magyaróváron játszott kölcsönben. Na hát meglátjuk a mérkőzés végén, egyelőre jöjjön a második félidő, és jöjjön a Mosonmagyaróvár, ők kezdik a második játékrészt. Ugye továbbra is kékmezben, a vendég Vác pedig piros-fekete szerelésben. Puhalák Szidónia most a bal szélen, Gyimesi. Szabálytalanok voltak velem. Dajka, Kuruc, Gyimesi, Puhalák, Dajka Bettina. Kuruc. És egy szép lövés Gyimesitől, de nem talált célt. A jobb alsó sarok mellé érkezett a lövés. Így nem sikerült tovább csökkenteni a hátrányt. Jön Dakos Noémi beállóba a vendégekhez. Hornyák és Farkas játszik össze. Ámori, Farkas. És egy nagyon rossz labda Hámoritól Hornyák Dóra felé. Esélytelen volt elkapni, annyira magas volt. És a második fél időben megint Szemerés Zsófi van egyébként a Mosonmagyaróvári kapuban. Nem tudom, hogy taktikai okok miatt, vagy pedig azért, mert Snekréka mégsem tudja folytatni. Hát ez valószínűleg majd kiderül a második fél időben. Gyimesi nagyon megdolgozta egymást. Hornyák Dóra és Dombiluca, ezt vették észre a játékvezetők. Kuruc, Dajka, Gyimesi. Dajkának a labda, Gyimesi. Nem lehet bemenni a szélen. Dajka, kicsit többet kéne mozgatni a falat, vagy pedig meg kell találni Dombilucát, a beállós. Ott van Dombiluca második gólja a mérkőzésen. Ő ugye az előző találkozón 5-5 dobott a Fehérvár ellen, akkor nagyon jól játszott. Hansági, Ámori, aztán már Hornyák. Egy bejátszás Dakos felé. És közben 4-en a földön, 2 óvári, 2 váci játékos. Jöhetnek a vendégek. Hornyák, Dakos iszkolt át egyik oldalról a másikra. Ámori nagyon üresen marad a széle, Hansági, aki a kapufára dobja. A játékvezető közben pedig ad egy 2 perces kiállítást Tóth Gabriellának, miszerint Ámori konszélával szemben Tóth Gabriella szabálytalankodott. Ezt most senki sem igazán érti. De az biztos, hogy a következő 2 percben ember hátrányban játszik a hazai csapat. Puhalák, Dombi. Aztán már Dajka Bettina.
Kuruc, Dombi, Dajka, Kuruc, kicsit közelebb kell menni a falhoz, Kuruc közelebb is megy, sajnos ez fölé durrantott a Kuruci vet. 4 gólt szerzett már a mai mérkőzésen, itt lehetett volna az 5. Hajtai lép ki jól Hornyákra, Ámori. Aztán mindenki megnyugszik, jön Dakos beállóba, és akkor építkezhet a Vác. Hornyák. Egy bejátszás, Gimesi nagyon jól figyelt, és nagyon szépen szedte le a labdát. A másik oldalon ment Dombi Luca, és lépés hibáért elveszik a játékvezetők. Ezeket a hibákat kellene kiküszöbölni, hiszen ezek nagyon sokba kerülnek, nem ez volt az első ilyen. És megint ahelyett, hogy egy gól lenne, hát nincs egy gól. Gimesi egyébként jól játszik, tényleg le a kalappal előtte, csak ezek az apró hibák, ezek sokkal többet nyomnak a latba, mint sokan gondolnák. Ez pedig már kint volt, hiába szerezte meg Szondi. Már csak kívülről sikerült, úgyhogy visszakapja az esélyt és a támadás lehetőségét az óvári csapat. Dajka, Dombi. Kuruc. Jön Gyimesi is. De pillanatra egyel kevesebben voltak az óváriak. Ezt nem teljesen értettem. Nem igazán. Dajka, Kuruc. Gyimesi. Dajka, felteszik a játékvezetők a kezüket. Valakinek lőnie kell. Gyimesi, ő lesz az. És Biro Blanka bele tud érni. Sáncról lepattant labdába. Csarokdobás helyett a Vác támadhat. Kemény védekezés Hajtai és Dombi részéről. Egyetlen egy gól, majdnem 6 perc alatt a második félidőben. Jól látszik, hogy eddig inkább a védelmek dominálnak ebben a játék részben. Ha már az elsőben nem is tették. Közben a labdát szerzett Kuruc, de visszafújták a játékvezetők. Ámori, Tóth Eszter, passzív a Váci csapat játéka. És a kapufáról pattant az oldalvonalon túlra a labda. Azt hittem értelem, hogy Szemerei rúgta oda, de nem, mert akkor a Vác következett volna. Kledlikova felé a labda, egy ejtés, és Nedlikova remek megoldást választ. Ő is 4 gólos már a mérkőzésen. És 16-15-re vezet már csak a Vác. Farkas. Tóth Eszter. Hornyák. Tóth Gabriella. Nagyon szépen vetette magát rá Farkasra. Kuruc-Hornyák párharc, egy jó bejátszás Hansághoz. Így védekeznek a mosonmagyaróvári lányok, mintha vért ittak volna. Gyimesi is. Lőni sem hagyják a váciakat, ezt kellett volna egész mérkőzésen. De szerencsére még nincs késő, és közben megint fent van a kéz. Mármint a játékvezetők keze. Tóth Eszter lő, Szemerei Zsófi véd, és az egyenlítésért támadhat hosszú-hosszú idő után a mosonmagyaróvári csapat. Hát talán az első percben volt döntetlen az állás, és Fülöp Andrea pedig kap egy 2 percet, azért mert 2 kézzel taszajtott egy nagyot Tóth Gabriellán. Egy ember előnyben a mosonmagyaróvári csapat, ez eddig nem volt túl jó ómen. Reméljük most másként lesz.
Dajka Turuc, két fradista, volt fradista összjátéka, le a szélre Puhalák Szidóniához, Puhalák Szidónia ejtés, 38 perc játék után 16-16 az állás, utoljára 1-1-nél volt döntetlen, 8 percre nem dobott gólt a Váci csapat. A második játékrészben még nem sikerült betalálni a vendégeknek, nem semmi bravúr ez a Moson-Magyaróváriakat nézve, mármint a Moson-Magyaróvári védekezést nézve. Megint vészkapussal a Váciak. És egy eladott labda, Szemerei, ő dobott már gólt, és most éppen hogy mellé ment, én már bent láttam ezt a labdát. Szemerei Zsófi ugye Vácon már dobott egy ilyen gólt, amikor a saját kapujából ívelte az ellenfélébe a labdát. Hát most egy 20 centim múlott, hogy nem két gólos Szemerei Zsófi a bajnokságban. Nem baj, ezt kell csinálni. Ilyen esetben lőni kell, és meg kell próbálni a kapuba találni. Elveszik a játékvezetők a labdát. És még egy 2 perces kiállítás is a 6-os számú Farkas Veronikának. Úgyhogy megint 2-es ember hátrányban van a Vác, és 2-es ember előnyben támadhat a Moson-Magyaróvár. Ott Kálmán pedig nyugtatta Dajka Bettinát. Nyugodtan oldják meg ezt, Tóth Gabriella is a pályán most. A legerősebb Moson-Magyaróvári sor, talán Dombi Luca kapta meg a labdát. A játékvezetők elvették, valószínűleg azért, mert Dombi Luca belépett a hatoson belülre. Megint elkapkodták az óvári lányok, és nincs meg a vezetés. Öt perc múlva lejár a Vác egyik kiállítása. Hornyák. Érdekes, hogy a játékvezetők nem teszik föl a kezüket. Most már öten vannak a Váciak. Most sikerült feltenni. Knedlikova jól védekezik. Egy lövés, egy sánc, és megvan a kipattanó. 27 számú Mária Stefanovics, ő lépett pályára, és ő lőtt. Szemerei szépen védett. 50 másodperc van még hátra a Moson-Magyaróvári ember előnyből. Puhalák, Tóth Gabriella, aztán Dajka, majd Kurvuc. Vissza Tóthnak. Dombi nagyon üresen volt egy pillanat, a Kurvuc előtt is ott a hely, és Kurvuc szívet be is dobja. Itt az 5. gólja, és itt a Moson-Magyaróvári vezetés. 1 hét után kigondolta volna, hogy 17-16 lesz az állás. Otto Katalin időt is kér. Azért ahogy kezdett mindkét csapat. És egyébként hozzátenném, hogy 11 perce nem szerzett gólt a Vác. Tehát a teljes második félidőben eddig nem sikerült betalálniuk a Moson-Magyaróvári kapuba. Ez tényleg hatalmas bravúr. Előbb is ezt mondtam, de most sem tudok mást mondani. Az, hogy 11 percen keresztül egy nagyjából hasonló kaliberű csapatot 0 gólon tart a Moson-Magyaróvári védelem, ez klasszis teljesítmény. Szóval 17-16-ra vezet az óvári csapat, és még 22 másodperc van hátra az ember előnyből. Ugye a szeptember 3-ai meccsen 11-10-re vezetett a félidőben a Moson-Magyaróvár, és innen lett 22-21. Tehát az egygólos félidei vezetést sikerült megőrizni. Akkor Dombi 4 gólt dobott, ahogy Gyimesik itt is. Tóth Gabriella pedig 7-szer volt eredményes. Ők voltak a Zóvár legjobbjai azon a mérkőzésen. A vendégeknél Farkas 6-ot szort, Sterjova pedig 4-et. Ez sem volt rossz teljesítmény. Szóval folytatódjon a mérkőzés. Az első fél, vagy a második félidő egyharmada már eltelt. És vezet a Moson-Magyaróvár. Tóth. Drávai. Vissza Tóthnak. Stefanovics. Vagyis most kapta Stefanovics, elnézést. Drávait fogja meg Dombi és Tóth Gabriella közös erővel.
jön Dakos beállóba. Kiegészült egyébként közben a Vác. Tóth Eszter és Szemerei Zsófi lába között talál utat a hálóba a labda. Ezzel megint egál. És megszületett a vendégek első gólja a második félidőben. Közben pedig gyors támadások után, miközben én a kollégákkal konzultáltam egy kicsit. Nos, közben támadott a Mosonmagyaróvár, aztán a Vác, most a játékvezetők visszafújták ezt a támadást. Ezt igazából most senki sem érti, hogy mi történik. Maximum a játékvezetők. A lényeg, hogy jöhet a Vác. Tóth Drávai. Hansági, megint Drávainál a labda. Tóth Eszter. Stefanovic. Drávai. Egy lövő csel, Dombi felé egy labda, Knedlikován nagyon szépen ott tette tovább neki Dombi, és ott van a gól, és ott van az újabb vezetés mosonmagyaróvári részről. Jana Knedliková pedig megy Kuruc Ivett után, és ezzel már ő is 5 gólos. Nagyon jól játszik egyébként Knedliková mai mérkőzésen, és ez most gólokban mutatkozik meg. Tóth Eszter nem tud bemenni, megvan a labdaszerzés. Dakos megfogja Dombirucát, így nem lehet gyorsan indulni. Tóth Gabriella, Dombi megpróbál bemenni. Ott van Gyimesinél a labda, és bepattan. Először vezet 2-vel a mérkőzésen a mosonmagyaróvári csapat. Gyimesi Kitti negyedik gólját lőtte. Nem is akármilyen negyedik gól, nagyon fontos volt ez. Hát elkapta a fonalat a Mosonmagyaróvár, eddig a második félidő 6-1-jel áll, vagy 6-1-jel alakul. Egy nagyon nagy gól közben Drávai Gyöngyitől, ő most talált be először a mérkőzésen, tehát ez egy zugós bomba volt. Tóth, Dajka, Kuruc. Ők hárman játszanak össze, Tóth Gabriella megy be, Dombi gyönyörűen fordul be, és gyönyörűen pattintja be a labdát. A Dombi Luca még nagyon nagy karriert futhat be, legalábbis én most így látom. Régen láttam ennyire jó beállós teljesítményt fiataloktól, mint amiket ő csinál, vagy amikre ő képes. Főleg ezek az egykezes elkapásai, majd befordulásai, amik szerintem zseniálisak, és azért azok elég ritkák. Aki ezeket ilyen fiatalon, ilyen jól csinálja. Hornyák, Tóth, vissza Hornyáknak, szerencsére eddig őt jól sikerült semlegesíteni. Na, tessék kell nekem megszólalnom, szerencsére jól sikerült semlegesíteni, ott van Hornyák. Dóra, harmadik gólja, 20-19 az állás. Puhalák, Tóth Gabriella, Dajka, Kuruc. Megint Tóth, jól csinálja meg a cselt, és jól csinálja meg a lövést is Tóth Gabriella. Megvan a gól. És megint megvan a két gólos előny. Ez talán mindennél fontosabb. Drávai, Tóth, Hornyák. Drávai, bemegy, lő,
Szemerei véd, jöhet a Váci szabaddobás. Katona, kicsit furcsán dobta neki oda a labdát Fülöp Andrea. Tóth Eszter, Drávai, megint Hornyák. Bemegy két ember között, ezt talán lehetett volna belemenés is éppen. De játékvezetők szerint ez még belefér, legyen igazuk. 21-20 az állás, a mérkőzés 47. percében. Zajlik az ápolás, reméljük, hogy nincs komolyabb problémája a mosonmagyaróvári játékosnak. Hát úgy tűnik, hogy hajtai van Vanessa. Ezt is kihúzta, bár egy picit azért leül a padra az óvári négyes. Nos, és akkor hát nézzük a mosonmagyaróvári támadást. Kuruc, Gajka, Tóth. Kuruc Ivett, Tóth Gabriella Puhalákhoz. Közben egy szabaddobás. Gajka. Gajka. Megcsinálta neki pedig a helyet Knedli Kovács szélen. Nem sikerült most élni ezzel a lehetőséggel. Biro Blanka hozzárta a szöget Hornyák közben. Aztán Hámori, Tóth Eszter, egy nagy lövés, és a kapufáról bepattan a labda. 21-21 az állás. Szemerei Zsófi sajnos és nem tud olyan hatékonysággal védeni, amit tőle megszokhattunk. No, de nem baj. Egy nagyon szép bejátszás Dombi Lucához. Megint egy Tóth Dombi összjáték. Sokszor láthattuk már ezt az idén során. És ez a 22-21-re vezet a mosonmagyaróvári csapat. Nagyon jó a hangulat. Húzítják a csapatokat, a szurkolók. És hát jó a meccs is, legalábbis izgalmas. Hiba az egyébként van, de ettől függetlenül egy elég hajtós mérkőzést láthatunk. Közben egy törlés. És hát nem sokára belépünk a találkozó utolsó 10 percébe. És amíg törölnek, addig elmondom, hogy a mosonmagyaróvári csapat legközelebb majd január 10-én szombaton Dunaújvárosban játszik, ott a Kohász ellen vizitál az óvári csapat, hazai pályán pedig január 14-én szerdán lehet majd a lányokkal találkozni, az Érdet fogadják majd az óváriak. Klivinyi Kingáik látogatnak majd tehát ide Mosonszolnokra. Tóth Eszter, egy bejátszás, és be tud fordulni Fülöp. Ezzel megint egyenlő az állás, fej mellett halad a két csapat. Hát izgalmas végjátékra számíthatunk. Dajka, Tóth, Kuruc. Tóth megnézte, hogy tud előni Knedliková, ott nem lehetett most bemenni. Tóth Gabriella, kilépnek rá egy alsó lövés, de Biro Blanka számított rá. Ugye ők a válogatottban az Európa-bajnokságon együtt játszottak. Szent Biro Blanka akár meg is figyelhette Tóth Gabriella alsó lövéseit. Az biztos, hogy most a Váci kapus jól olvasta a játékot. Tóth, Drávai, Hornyák. Megállítják a játékvezetők az órát.
törlés miatt. És miután ez megvolt, folytatódhat a mérkőzés. Drávai egy nagy lövés, és Szemerei szépen nyúl bele a labdába. Ötösig csak mondanom kellett, hogy Szemerei Zsófi most nem tud annyit hozzátenni. Itt is van egy fontos védés. Kuruc, Tóth Gabriella, Dajka. Dajka bemegy, és be is lövi a labdát. 23-22 az állás. Fornyák megpróbálja egy az egyben Kuruccal. És a játékvezető kiküldi két percre Kuruc ivetet. Kár ezért a szabálytalanságért. És kár ezért a kiállításért. A mérkőzés 51. percében járunk. Ebből most kettőt, tehát a tízből, a hátra maradt tízből kettőt kénytelen lesz ember hátrányban eltölteni a Moson-Magyaróvári csapat. Fornyák Dórának szerencsére semmi baja. Megvan a törlés is. Úgyhogy nézzük, mire megy. 6-5 ellen a Váci csapat. Fornyák, Tóth, Drávai, Hansági. Tóth nagyon üresen maradt a másik oldalon. Szondi, felteszik a játékvezetők a kezüket. Szondi megy be, leért, így aztán érvénytelen a gól. Ezt most sikerült kivédekezni. Nagyon fontos volt. Jön Gyimesi Kitti a hajrára, Dombin utca megy le most a szélre, beálló helyett. Már valószínűleg, hogyha elkezdődik a figura, ő majd behúzódik. Igen, már indul is Dombin utca. Tóth Gabi, Knedlikova, Gyimesi, Tóth, és egy hatalmas kapufa. De Tóth Gabriellával szemben szabálytalankodtak, így aztán jöhet a Moson-Magyaróvári szabaddobás. Tóth, ott van Gyimesi, egy kínai, nem sikerült sajnos kivitelezni, pedig ez nagyon szép és nagyon meglepő is lett volna ez a figura. Szondi, és visszaszerzi Puhalák Szidóni a labdán, nagyon kellett ez a labdaszerzés, és nagyon kellett, hogy Kledlikova olyan jól szorította ki Szondi Katát a másik oldalon. Rázendítenek a szurkolók is, 24 másodperc van hátra a Moson-Magyaróvári emberhátrányból. És Róth Kálmán időt kér. 22 perc telt el a mérkőzésből, azaz a második félidőből, a mérkőzésből már 52, és 23-22-re vezet a Moson-Magyaróvári csapat. Azt nem mondtam még el, nem szeretném elkiabálni, de hogyha sikerülne ma győzni a Moson-Magyaróvári csapatnak, akkor meg lenne az első hazai győzelem. Ugye itt Moson-Szolnokon még nem sikerült nyerni, az MTK és a Siófok ellen sikerült 1-1 döntetlent játszani, de a két pontot még egyszer sem tartotta itthon a Moson-Magyaróvári csapat. Róth Kálmán egyébként, ugye mondtam, hogy Hornyák Dóra és Tóth Eszter is volt Róth Kálmán tanítványa, rajta kívül még többen is. Tóth Eszter tavaly még abban a Veszprémben játszott, amely aztán áttette a székhelyét ide Moson-Magyaróvárra, és amelyet aztán már annyira sajátjukként szeretnek a Győr-Moson-Sopron megyeiek. Szóval Tóth Eszter például akkor még a Róth Kálmán játékosa volt. Tehát rajta kívül is például Pelcéder Orsolya is játszott Róth Kálmán kezei alatt a Veszprémben is. És ugye például Pelcéder
játszott a győri Audietóban is, ahogy Hornyák Dóra is, ugye Hornyák Dóra BL győztes játékos. Tóth Gabriella, Dajka, Puhalák. Puhalák visszaszerzi a labdát, nagyon kellett ez is. Most egy bravúros mentés volt. Tóth Gabriella közben kiegészül a Moson-Magyaróvári csapat, de elveszik a játékvezetők a labdát. Sajnos nem sikerült lőni. Tóth Gabriella majdnem lehalázta a labdát, így azonban maradt egy nagy lyukot, és Hansági pedig ezen a nagy lyukon be tudott menni, és be tudott találni. Megint egyenlő az állás. Dajka. Kuruc. Tóth Gabriella. Hát csak 7 perc van hátra a mérkőzésből. Dajka, Kuruc Ivett. Nagyon betömörül a vád. Knedlikova felé a labda kicsit magas volt. Nagy bravúr volt a cselánytól, hogy le tudta szedni. Közben passzív a játék. A bírók feltették a kezüket. Puhalák Szidónia már most húzódik vissza. Tóth Gabriella pedig lő egy nagyon nagy gólt. Erre most nem számított Bíró Blanka, bravúros találat volt. 24-23 az állás. Fontos gól volt, hiszen nem mindegy, hogy a Vácnak kell az eredmény után futni, vagy a Moson-Magyaróvárnak. Értelemszerűen az, hogyha valaki mindig rajta van a kényszer, hogy gólt szerezzen, az több energiát emészt föl. Így aztán nagyon fontos, hogy ha egy-egy góllal is, de vezessen a hazai csapat. Le a szélre Hanságihoz, és a kapufa kisegíti a váciakat. Hansági Beatrix, az előbb is ő legalizált. Most is ő teszi meg ezt. Tóth Gabriella, Dajka, Kuruc, Puhalák, Dajka, Tóth. Két beállóra állt át hirtelen a Moson-Magyaróvár. Puhalák most már viszont kihúzódott a másik szélre. Kuruc Ivett megtámasztották a kezét lövés közben, de így is betalált. 25-24. 5,5 perc van hátra a mérkőzésből. Hát nagyon izgalmasan alakul a mérkőzés vége. Tóth, Hornyák, vissza Tóthnak, nagyon nagy hely maradt ott. Gyimesi jól védekezett. Tóth egy lövés, szemerény megfogja. Megint Váci szabad dobás jöhet. Hámori, Tóth, Hornyák, nem teszik föl még a játékvezetők a kezüket, csak most. Hornyák, nem szabad őt lőni hagyni, és lő, és utat talál abba a hálóba, pluszba még Kuruc Ivett újabb 2 perces kiállítást kap. Hát reméljük, nem lesznek rémálmai Hornyák Dórától Kuruc Ivettnek, ugye az előbb is róla szórták ki őt. Ez a gól is annyira szerencsétlenül pattant be, és akkor még ráadásul egy 2 perces kiállítás is jár érte. Hát, ez kellemetlen. Tóth, Puhalák, Dombi, Dajka, Puhalák, Tóth Gabriella, Dombihoz a bejátszás, visszafújják a játékvezetők. 4 perc van hátra a mérkőzésből. Egyszer vezetett ugye 2 góllal a Moson-Magyaróvár, azóta sem. Most ez a 2 perces kiállítás, ez nagyon sokat nyomhat alatba. Reméljük nem fog. Tóth, Dajka, Dombi Luca. Aztán Tóth Gabriella,
tőle kell most extra, vagy pedig Dajka Bettinától. Nagyon összetömörül a Váci fal. Hanság itt. Nem büntették meg. Ez a lökés sem jár két perces kiállítással. Tóth Gabriella, Bíró Blanka véd, de oldalt megy ki a labda. Úgyhogy marad az óváriaknál. A játékszer és a bírók letették a kezüket. Dajka. Rosszul kapta a labdát, megint fent van a kéz. Dajka Bettina leteszi Tóth Gabriellának. Lőni kell Nednikovánál a labda, és ott van a gól, ember hátrányból szerez ismét vezetést a Mosonmagyaróvári csapat. Hát sokáig támadhatott az Óvár, de meg lett az eredménye. Szép gólt szerzett Janek Nednikova. Pedig talán ő a meccsembere, majdnem sikerült labdát szerezni. Lehet, hogy lépés is volt egyébként az előbb. Még 10 másodperc van hátra a Mosonmagyaróvári hátrányból, és Kualák Szidónia labdát szerez. Kapura húz a Mosonmagyaróvári játékos, és Bíró Blankába lövi a labdát. Itt lehetett volna a lehetőség, hogy megint kettővel vezessen a Mosonmagyaróvár, és nem, Bíró Blankába lőttük a labdát, de legalább oldalt ment ki a labda, így aztán meg lehet ez a két gólos előny, csak most még jobban meg kell érte dolgozni. Dajka, Kuruc, közben ugye már kiegészült a Mosonmagyaróvár, 2 perc van hátra, Tóth Gabriella, és ezt is kirúgja Bíró Blanka. Jól véd itt a mérkőzés hajrájában a Váci kapus. Tóth Kálmánnál közben ott van a T betű. Lehet, hogy időt fog kérni. Kuruc, Dajka nem tudott bemenni. Az új igazolás. Felteszik a játékvezetők a kezüket. Tóth Gabi, egy lövés. Bíró Blanka hárít. Vigyázni kell, nem szabad, hogy induljon. Az pedig én azt hittem, hogy egy belemenés, de egy Váci szabad dobás. Végül is a lényeg, hogy nem kapott gólt a Mosonmagyaróvári csapat. 1 perc 10 másodperc van hátra a mérkőzésből, is 26-25-re vezet a Mosonmagyaróvári kézilabda klub. Az egyenlítésért támadhatott volna a Vác, de labdát szerez Hajtai Vanessa, valami hatalmas bravúra, senki sem tudja, hogy hogyan, nem is ez a lényeg, megvan a labda. 50 másodperc van hátra, gólt kellene dobni. Ha megvan a gól, akkor megvan a mérkőzés, akkor megvan a 2 pont is. Sikerül-e betalálni ez a kérdés? Biztos, hogy nem támadhatja végig az utolsó 1 percet a Mosonmagyaróvár, ezért lenne fontos betalálni. Közben Klednikovával szabálytalankodnak, még 1/2 perc van hátra. Tóth Gabriella, nem szabad idő előtt eldobni, ez biztos, jól teszik a lányok, hogy játszanak. Róth Kálmán közben az időkérés és a nem időkérés között vacilál, leteszi Róth Kálmán a T betűt, és 15 másodperccel a vége előtt időt kér. Nagyon gondolkozott a mosonmagyaróvári mester, hogy mi legyen a döntés. 15 másodperc van a végéig, lőni kell egyet. Meg kell próbálni betalálni, de lehetőleg csak az utolsó pillanatokban, az utolsó másodpercekben, és akkor is úgy kell ellőni a labdát, hogy lehetőleg az minél távolabb kössön ki a kapustól. Hát ez nem túl sportszerű, de a győzelemért ugye mindent. Szóval 15 másodperccel a vége előtt egy gólos Mosonmagyaróvári vezetés. Ugye az őszi mérkőzés is egy gólos sikerrel ért véget, óvári sikerrel. Hát én úgy gondolom, hogy 1 pont már biztosan itthon marad Mosonmagyaróváron, de hát ne elégedjenek meg a lányok azzal az 1 ponttal, legyen meg mind a 2. Lőjünk gólt, és akkor nem lehet probléma. Jönnek vissza a mosonmagyaróváriak. Mindenki teljes lázban ég, én is, hiszen ez lehet a Mosonmagyaróvári kézilabda történelem első győzelme.
Közben fenn van a játékvezetők keze, tehát mindenképpen lőni kell. Tóth Gabriella vissza Dajkának, Kuruc megy be, és ott a gól, és ott van a győzelem. 10 másodperccel a vége előtt, 27-25 az állás, 5-4-3-2-1, Hornyák lövése, Szemerei kezében köt ki, és akkor jöhet az öröm. Sikerült legyőzni a Vácot egy pokoli kezdés után. Mosonmagyaróvári kézilabda klub, Ipress Center Vác, 27-25, az utolsó gólunkat Kuruc Ivet nyerte. Kedves nézőink, önök pedig maradjanak velünk, hiszen hamarosan érkezünk majd a pálya mellől értékelésekkel és természetesen interjúkkal.